Cső van, Brenor vagyok, ma folytatjuk tovább a Power-es tutorial részeket. Így a mai napra, amit terveztem, azok ilyen ilyen inkább os témák, lámpák, meg ilyen redstone-os vezetékek. Kezdjük is a lámpákkal. A lámpákhoz először is szükségünk lesz egy ilyen lumár nevű új anyagra. Ezt a lumárt egy darab redstone-ból és egy darab glowstone deszből lehet összehozni, plusz kell még hozzá két darab színező anyag, ez teljesen mindegy, hogy melyiket szeretnénk, lehet fehéret csinálni, lehet szürkét, lehet bármilyet, bármelyiket a 16 szín közül, ami alapból a Minecraft-ban benne van, mondjuk wool formájában is, és ugye négy ilyen anyagból lesz kettő darab lumárunk. Ez a lumár lesz az összes lámpának az alapja, ugye ez nem közvetlenül glowstone-t használ, az első lámpánk az egy ilyen cage lámp, mondjuk például egy fehér. Ehhez kell két lumár, egy redstone, két kifejezetten stone slab, tehát csak a, a stoneból készült slab a jó ehhez, ö, két üveglap és két fém kerítés, és így lesz egy darab ilyen lámpánk. Ugye ezt is lehet bármilyen színbe a 16 közül, adunk neki egy redstone jelet, és már világít is. Ennek a másik verziója az invertált lámpa. Ez teljesen ugyanúgy néz ki, mint az előző, csak itt Redstone helyett Redstone torcsot használunk, és használható bármelyik alap Minecraftos slab hozzá, nem kell kifejezetten a stone használni. Ez elég érdekes, hogy így, így az egyiknél csak a Stone jó, a másiknál még vegyíteni is lehet meg bármelyik jó hozzá, hát így sikerült a mod. Ugye az invertárt és a sima között pedig az a különbség, hogy az inventárt alapból világít, adunk neki resztonjelet, így elalszik. Ugyanúgy van invertált és nem inventárt verzió a fixture is. Ez ugye nagyon hasonló az előzőhöz, a különbség annyi, hogy a sima fixture használhat bármilyen szlebet, és a felső két kerítés helyett is ö, üveglapot használunk, egyébként minden más esetben tökéletesen megegyezik a ketreces lámpával. Ugye ezt is felkapcsoljuk, nagyon szép fényt ad, az invertált ugye reston használ, és érdekes módon ez megint csak a stone slab képes felhasználni, ezt megint nem lehet vegyíteni, és ugye ez is alapból világít, és le tudjuk kapcsolni. A legalapabb lámpa, persze, a, a sima lamp és az invent, inverted lamp. Ez 6 darab üveglabból áll, két darab Lumárból és egy darab redstone-ból, ez ugye az alapverzió. Az invertált verzió pedig ugye Redstone működik, ugye ez se egy olyan de nagy valami. Ezek voltak így a, a kicsit egyszerűbb témák így a mai videóban, ugye kis design elemek hasonlók. A következő már egy. Picit bonyolultabb lesz, ugyanis ez már a redstone vezetésbe szagol bele, mondjuk így. A következő videóban, ha minden igaz, azt terveztem, hogy ilyen izék lesznek. Szóval olyan hozék, endkapú hasonlók. Az új redstone vezetésnek a legalapabb része az maga az, az új anyag, aminek... Red, Red Alloy Ignot neve, azt hiszem. Ez négy darab redstone és egy darab Iron áll, vagy négy darab redstone és egy darab Copper-ból, így előfűrnézbe el, égetjük ki. Igen, Red Alloy Ignod, ilyen szép, vörös Ignot. Mind a két esetben ugyanaz készül el, így az öt anyagból egy darab. Ezután el tudjuk készíteni a legalapabb redwire azt hiszem, ja nem, Red Alloy Wire. Ehhez kell három darab ilyen ágnot, így függőlegesen szépen lehelyezve, és kapunk 12-t belőle, és ez annyiban jobb a, a sima redstone-tól, hogy egyrészt lehet falra tenni, és itt szépen felvezethetjük nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasra. Ez az egyik előnye, a másik előnye pedig az, hogy míg a redstone csík, az alap csík, az elmegy 15 blokkig, addig ez 255 blokkig ö, ér el, egyetlen jel, és utána ugye repeater, és mehet tovább még 255 blokkra, úgyhogy ez elég hasznos kis cucc. Emellett lehet kicsit ügyeskedni vele, ugyanis ugye ezt letesszük, és szépen így egybeköt, amerre csak tud, viszont meg lehet oldani, hogy szépen egymás mellett futtassuk, ehhez nincs másra szükségünk, csak coverekre, mondjuk itt van egy diamond cover, ez ugye a leglaposabb verzió, és szépen be lehet tenni közéjük, így, és így el lehet vezetgetni őket egymás mellett, erre lesz egy jobb megoldás is a következő verzióban, amit majd mutatni fogok. Emellett, hogyha vizet kap, ugye a sima redstone az eltűnik, ez viszont már a vizet átengedni se engedi át, nem, hogy kiesne a helyére. Öm, körülbelül ez lenne a, a, sima Red Alloy Wire, és ennek van egy fejlettebb verziója, ami nem más, mint a Insulated Wire. Ez ugyanúgy három Red Alloy áll, viszont a két oldalára hat darab, összesen 6 darab volt kell tenni valamilyen színből, ugye bármelyiket használhatjuk a 16-ból, később át is színezhetjük, mondjuk fogjuk a fehéret, és csináljunk belőle mondjuk zöldet. Egyszerűen mellé tesszük, és kész is. Elkészült a zöld kábelünk. Ezt is ugyanúgy lehet mindenfele kötözgetni, és itt láthatjátok, hogy egy kicsit többféle megoldást készítettem elő, ugyanis kicsit bonyolult ennek a kezelési lehetőségei. Ugye egymásba a különböző színek nem kötnek át, ennyiben tényleg jobb a, a sima alapverziónál, viszont az alapverzió az ugye bármelyikre rá tud csatlakozni, így össze-vissza lehet kötözgetni őket. És ahogy láthatjátok, ugye a, a sima alapot, hogyha itt végigvezetjük, akkor szépen beindítja a Redstone engine és dolgozna, viszont ebben az esetben nem dolgozik, mivel ugye szigetelt így csak akkor dolgozik, hogyha a kábel végén van a Redstone Engine, látjátok, hogy így közvetlenül belefut, de ha én, oppá, kell egy, egy újabb wire, de ha én ezt ide leteszem, akkor még dolgozik tovább. Ja igen, dolgozik tovább, mivel hogy törés van benne, ezt is akartam mutatni. Ugye Alap esetben itt szépen végigfut rajta egyenesen, látjátok nem égnek a lámpák, viszont hogyha közvetlenül belefut, akkor ég a lámpa. Továbbá ö, ilyen közvetlen belefutásnak érzékeli azt is, hogyha pont a lámpa mellett van benne a törés, ezt ide leteszem, és már ég is a lámpa. Ígyni. Hogyha így van ez letéve, akkor már nem is működik még így sem működik, ezért mondjuk így át lehet variálni. Ez mondjuk egy elég érdekes, de így is működik az a lényeg. Úgyhogy kicsit próbálkozni kell vele, mire sikerül, de, de sikerül. A következő, és ez az utolsó, ez a Jacketed Wire. Ebből elég sokféle van, körülbelül annyi féle van, ahány ilyen cover van, tehát négy, hát kicsit több, mint négy sornyi. Ez ugye egy darab Red Alloy és nyolc darab valamilyen cover köré, én most Cobblestone-ba mutattam ezt meg, és négy darab ilyen Jacketed Wire készül belőle. Utána, ez látjátok ilyen szép, vastag kis cucc, például ezt használtam a a a, 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 Blaze farmomnak a, a kapcsolóihoz, hogy kibe lehessen kapcsolni őket. Mert hogy ugye, hogyha ilyeneket használnánk, ezt nem lehet a levegőbe vezetni. Ellentétben a Jacketed Wire-rel, amit ugye úgy vezetünk, ahogy akarunk, ő egy, egy önálló blokk, nem rá kell tenni valamire, hanem szépen lehet végigkötözgetni. Azt nem tudom, hogy ezt így ezt nem lehet rátenni. Ö, átalakítani is lehet őket, ugye van például a, a, a insulated wire, ez ugye nem csatlakozik rá. Hogyha össze akarjuk csatlakoztatni, ahhoz kell használnunk ilyen sima red alloy wire -öket. Ugyanis, hogyha ugyanarra a blokkra reteszem, mint ahol a ö, jacketed van, akkor szépen arra rákötődik, és ő a másik oldalon pedig rá tud kötődni az insulated -re ugyanez érvényes itt is, itt mondjuk nem, mert nincs mire rárakni. Emellett közvetlen rá lehet kötni ilyen reston is. Ugye a reston annyiba különbözik a pneumatiktól, hogy ez reston jelet is vezet. Nézzünk valami áramforrást. Így, ugye a, a kapcsolóra is közvetlen rákötődik, és nagyon szépen működik a dolog. Lehet bíbelődni vele amit nem néztem meg, az a sima redstone, de a sima redstone is rákötődik közvetlenül, úgyhogy nagyon jól működik a dolog. Na, elvileg ez egy elég rövid kis videó lett, ha jól, jól, számoltam az időt, sajnos ennyi futotta viszont következő nap akkor belekezdek az ilyen, ilyen end kapu, hasonló kapu, mindenféle kapu témákba, és szépen haladunk tovább. Ennyit mára. Cső van.